Csaba a mérkőzés előtt nekünk azt mondta Tomislav Szivic, hogy az MTK bárkit képes megverni. Hát most már úgy tűnik, hogy ez elmondható a Kecskemétre is. Én is úgy éreztem a mérkőzés előtt, hogy elég nehéz lesz. Hál' Istennek jó időben tudtam fejelni az első gólt, mert ugye az MTK-nak volt két ordító helyzete, már nekünk is utána volt, de én úgy érzem, hogy jókor rúgtuk a gólokat, és elég gyorsan rúgtuk egymás után, és utána már tényleg csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a vége. És az első 10 percben ott mi történt? Ott úgy láttam, hogy a csapat nem nagyon találta a ritmust. Úgy érzem, hogy ez már szokásos kecskeméti dolog, hogyha elmegyünk vidékre, akkor az elején megilletődött a csapat, de hál' Istennek most föl tudtunk időbe ébredni, és egy szép mérkőzést játszottunk. És ugye a tét az ötödik hely volt, ezek szerint ez már meg is van? Hát még sajnos nincs meg, mert ugye botlott az Újpest, ez talán akkor lehetett volna, mert nem tudom, hogy a Székesfehérvár is mit játszott. Ők nyertek? Nyertek, hát akkor az utolsó mérkőzésre fog eldőlni az ötödiken sors. Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu. Mert a meccseket látni kell.